Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, ez pedig itt újra a Káosz Podcast. Jó hír, elvileg most már ott vagyunk a digitális áruházakban, tehát a Spotify-on, Apple Music-on, Deezer-en és a többi mindenhol tudtok minket hallgatni, a podpad.hu oldalon is, úgyhogy keressetek ránk, hogyha esetleg csak hallgatni akarnátok, és nem nézni minket a YouTube-on. Nagyon fontos, hogy iratkozzatok fel, illetve írjátok meg kommentbe, hogy ebbe az új évbe kiket szeretnétek vendégként, mert hogy egyébként a következő vendégeimet is nagyon-nagyon sokan írtátok, úgyhogy remélem, hogy egyrészt örülni fogtok nekik, másrésztről, hogyha kommenteltek, akkor három darab szerencsés között ilyen Káosz Podcastes, mobilfoxos tokot kisorsolunk, illetve egyéb merch ajándékokat, ez meglepi lesz, majd küldjük nektek és lepődjetek meg, kérlek. De, ami még ennél is fontosabb, itt van velem a stúdióba a BSV és Metzger Viki. Bravo srácok, lányok, szevasztok! Majd berakunk ilyen hangeffektet. Köszönjük szépen a meghívást. Első kérdés. Nem tudtuk, hogy ez fel a Spotify podcasten, azért te pénzt kapsz, mennyit adsz belőle? Nem. Épp képzeld el, nem, új info, én sem tudtam. Spotify, Deezer, Apple Music, azért nem kapsz. Nem, esküszöm, hogy nem terelés. A zenéért kapsz, de nem. Ez most ezt halál komolyan mondom, elmondanám. Képzeld el, én is nagyon kiakadtam, de képzeljétek el, hogy nem kapni csak a zenékért. Tehát ti baromi jól kerestek a Spotify-ból. Mindenki. Igazán még már egy éve nem csináltam zenét, de hát ezt tudod, mert nagyon sokat hallgatod. Hát azért, mert tényleg, hogy mindig rákeresek, hogy mikor van új zene, tudod. Hát küldeném, Gabi, küldeném. Küldeném. Vikinek mondom, bazen Marci nem hozott ki semmit, tehát miért hallgasson, már unom. Tudom ám, hogy a Hadas Alfréddel keversz, de ez rám, ez sértés. Tehát ez sértés. Tehát ezt kikérem magamnak. Én nem tudok olyan jól angolul, mint az Alfi. Hát figyelj, jött ez a magyarul nyomja, hallottam a rádióban, és tényleg azt hittem, hogy te vagy. És mondom, de nem, hogy, szóval, hogy keversz az, hogy fiú? Hogy nem jár érte pénz? Ő még tudod, ő még itt leragadt a pénznél. Lehet, hogy jár érte pénz, csak a Hadas Alfréd kapja a pénzedet. Lehet, nem, hogy ő neki utalja, mert keveredik ott az Artisiusba is, vagy nem az Artisius kezeli ezt. Más, igen, de az a lényeg, hogy lehet, hogy itt a jogkezelőbe összekevernek. Na, és kacok, hoztam nektek is mobilfoxos ajándékot, ezt kérlek nézzétek meg, mert hogy egyeditok. Az az enyém? Az a tiéd, mindenki az oda van készítve, ezért kértem el a teló méreteket. Én nagyon messze vagyok, nem baj. Na jó, oda, bébiének odaadja. Gabi bácsi, igen. Az egy fólia, hogyha ez az egyik, és igen. Pont nincs fólia. Azt mondjuk nem tudom, de majd az adás után, igen. Olyan, mint az ilyen jó, ezért mobilba fel is rakod nekünk? Igen, el fogom rakni. Jó reggelt! Kutából vagytok egymásod. Igen, és ezt akartam, mutasd bele a kamerába, Léci. Én válogattam, meg én csináltattam nektek. Esküszöm, te jutottál eszembe erről a dizájnról, mert te ez ilyen márvány. Jó, látom, van BSV is, oké, meg ott van a Different Anna is. Ezt a tankcsapdától kaptam. Ezt tudod, te meg tudod, miért kapod? Na te találd ki, hogy miért kapod, kíváncsi vagyok. Ez jutott rólam eszed. Nem. Egy piros. Tudod, miért kapod? Na vajon miért kapod te ezt? Mert piros. Piros lap. Várjál. Nézd meg, és a zenél. Mert menstruálsz azért. Ma, nem azért. Gyerekek, Gabi bácsi, mit mond folyton? TT. Milyen színű a TT? Piros színű a TT. Mindennek oka van. És tényleg amúgy a piros szín miatt, remélem, hogy nem szereted ezt a szint, és akkor nem remélem, hogy szereted. A Viki pedig tényleg ilyen kis habos, babos kis fürdő. Azt a mindenit. Magyar nem, jó rá, hát jó kell, hogy legyen rá. Én 11 próra, jó? Nagyon szépen köszönjük, kurva jó. Na, én örülök. Köszönjük szépen. Persze, nyugodtan. Igen. Viki, ezt remélem, hogy eltaláltam, te meg kicsit ilyen rózsaszínes vagy az én fejemben. Na jó, tetszik, igen, abszolút. Köszönöm szépen. Na, skacok. Tiszta nedves volt belül ez, az miért van? Ezt el kellene gondolni. Ezt másra szoktad mondani. Ez rendesen állja az ütést? Fasz. Igen, ez ütésálló, igen. Bazd oda. Az... Ez nem az a csatorna. Bármi van. És akkor is összetört. Marci. És ledobtad. Nem dobtam le, bocs, bácsi. Ezért kurva sok pénzt kapnám, hogy így dobálja a sajátját. Tegnap volt, láttam csapat karácsony. Igen. Hogy sikerült? BSV csapat karácsony. Mindig voltatok. Na tessék. Hallod, egy körül már leléptünk. Mindenkinek dolgoznia kellett, meg én nekem is kellem kellett. Mi vasárnapra tettétek? Hát te sok akkor volt jó. Minden nap bulink van. Ja? Mára akartuk, de hát mindegy, ide kellett jönni. Miért még mehettek este, még mehettetek volna. Ilyenkor tehát szerintem év végéig még van három szabad napunk, a többiben mind megyünk, és abban a három szabad napban benne van a Szenteste is. Ma vagyunk szabadok, meg holnap szerintem. De azért azt leszögezném neked, hogy elmentek volna Szenteste is fellépni. Nem, ezt nem mondott komolyan. De, én mondtam, de bocsánat, ne haragudjatok, Szenteste kiköt bulit? Tehát ki az? Egy nagyon jó barátunk, Ador akarta amúgy. Ne! De. Az, hogy szilveszter az oké, meg gondolom, akkor több buli is van, de ezt nem akarok. De ne haragudj, Szenteste. De hát ez egy kicsit én is ki vagyok. De ki bulizik Szenteste? Gondolj bele, mindenki hazamegy, érted? Mit tudom, külföldi magyarok, meg mindenki. De akkor is a családdal vagy Szenteste. Ilyen kettőkor lépünk fel, akkor a család már az. Az már 25-e. És akkor kimennek a haverok. Miért? Te lakótelepi vagy?
Voltam. Látszik? Látszik, hogy miért? A 24-én nem ültetek össze a barátokkal. Pingpongasztal. De oké, én ezt nem, mi amúgy mindig azt csináljuk, mi még most is, hogy 23-án előtte ülünk össze, és akkor mielőtt elmegy mindenki családozni, azelőtt kis Tintoretto, és akkor úgy. De nem, hogy ezt, ilyet még nem hallottam. De én veled vagyok most, én megértelek, Viki. Szépen mondtam nekik, hogy ne haragudjatok meg, de én se vállalok fellépést, elvárom. A férjemtől is, hogy legyen szíves otthon lenni velem. Hát ezért próbáltuk, hogy csak a Matyi megy el. Azt nem engedték, nem? De azt meg mondtuk, hogy annyira nem, hát nem, nem találtunk a helyemre senkit, aki így tudna. Azt oda a mikrofonba mond bele. Ez nagyon jó ez a kanál. Ez kié, ördögi? Aha. Megjött az igazi karácsonyi ajándékod, kicsit késősbe, de utána, de tudom, hogy erre vágytál. Na. Ez mi? Mi ez? Menj a faszomba, szereztél ilyen kanalat? Szereztem neked külföldről. Anyád, de nagy király vagy. De nagy király vagy. Hát egy Isten császár vagy, köszönöm hát, szépen. Tudod, hogy mennyire szeretlek. Hát imádlak, ez geci jó, köszi. Ez ördög, ezt lenyúltam? Biztos megengedi, szerintem. Tehát akkor itt senki nem fog fellépni Szentesten, hanem együtt lesztek. Nem, együtt leszünk, igen. Pénz azt... Nem mondta Matyi, hogy de figyelj, Viki, ezt tudod pótolni, ezt a gázsit, vagy nem volt ilyen, mert egyből most a Spotify-nál is kitért már egyből lényegre. Nem én vagyok az ilyen pénzorientált a csapatban, hanem szeretnék mutatni, hogy ki, aki minden szart bevállalna. És mindenki egymásra mutogat, szép. Aki teljesen karitatívan. De hát mind a ketten rámutatunk szerinted, akkor itt lehet az igazság. Akkor elmondom a tegnapi napunkat. Miskolcon kezdtünk, onnan Debrecenbe mentünk, és onnan Hódmezővásárhelyre, és reggel 7-re értünk volna haza, hogyha nem nagy a jobb lábam. Azért vállaltam csak 3 bulit aznap, mert tényleg több nem fért bele, mert már 3:30-kor kezdtünk Hódmezővásárhelyen. Tudja, hogy szeretsz vezetni, nem azért van? Imádsz vezetni. Mondja, hallod, ezt mondja mindig. És szeretsz is. Amúgy tényleg szeretek, de azért nem ilyen 12 órákat. Dehogy nem. Szóval a Gabi az, aki menne 24-én. Amúgy én nem is értem, hogy ez hogy fordul meg a fejedbe. Családos ember vagy. Hát igen, persze, én sem értem. Amíg nem sírnak otthon a gyerekek, a gyerekekről szól a karácsony, baby. Hogy meg kell őket csinálni, meg ilyesmi. Főleg csinálni. Tudtam, hogy nekem nem kellett volna eljönni erre a podcastra. Elég lettél volna ide te Matyiba. Úgyhogy végül is... Ha lesz gyerek... Akkor eszedbe se jut fellépni. Hát attól van, 2 éves korától már szerintem nem. De most amíg ilyen 1 éves, úgyse tudja, hogy most ott vagyok, vagy nem. Viki meg már nem fog akkor fellépni, hogy meg nyilván otthon lesz vele. Örülök, hogy megbeszélted magad, hogy mit fogok lesz majd. Igen, lesz majd ez is téma egyébként. Készültem ám jó kérdéseket. Az én véleményem az, hogy ebben a nők döntenek. A csajnak fontos, hogy otthon karácsony. Hogy a gyerek. Akkor az van. Köszönöm. Tehát akkor kimondhatjuk, gyerekek, egy szó mint száz, a Viki hordja a gatyát, így van? Nem. Hát. Azt akartam volna, hogy mondjátok rá, hogy igen. Ezt akartam, hogy igen. Beszélve, hogy ő hordja. Ez a marketing duma. Ja. Szép. És kacok, állandó csapattal dolgoztok évek óta, azt én tudom, mi kell ahhoz, hogy valaki akár BSV, akár Metzger Viki csapattag legyen most. Én arra gondolok, tudom, hogy a Vikit van, amikor sofőr... Nem a Metzger csapatba, így ez könnyű volt. De igen, tehát mi kell ahhoz, mi a legfontosabb tulajdonság? Mármint most mire gondolod? Hát ahhoz, hogy bárki, aki a crewba van, dolgozik. Igen. Hát szerintem a profizmus az első amúgy, de számít nagyon sok minden, az emberi dolgok is, hogy jó legyen a vibe. Az egyik legfontosabb. Igen. Amúgy ez a kettő a legfontosabb szerintem, a profizmus, meg az emberi vibe. Szakmai és emberi szempontok szerint választjuk ki, de egyébként rengeteg olyan van, aki tudod, csak becsatlakozik a munkába, mint mondjuk valami olyasmi kezdőbb, aki szeretne fejlődni, és akkor mellettünk fejlődik. Elkülditek verkezni, akkor ő a verkes mindig, megy veletek mindenhova. Igen. És ugye a barátok is ezekből a körökből kerülnek ki, most már... Tehát dolgozhatjátok a barátaitok. Magyarul. Hát igazából így is megközelíthetjük. Így is megközelíthetjük, igen, de úgy is megközelíthetjük, hogy mit mondtál, pénzt teszünk a zsebükbe. Ja, hogy pénzt teszek el. Ja, jogos. Hogy aki körülöttünk van, annál. Munkáltatók vagytok. Akkor nekem miért nem, amikor én csinálom rólatokat a klipforgatásokon, a verkeket, meg ilyenek. Mert te már családtag vagy. Az más. A virágokat, meg az ágyba reggel itt folyamatosan. Jó, igaz. Hát meg az azért van. Miből van? Ja. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki hogy emlékszik, hogy mikor találkoztunk először, Viki. Én tegnap, amikor így gondolkoztam, akkor szerintem mi egy kometen, Viva kometen találkozunk, de lehet, hogy előtte. De lehet, hogy előtte, nem tudom. Veletek ott nem, az biztos, igen, de a Viki, tudod, mire emlékszem, Viki? De nekem egy konkrét emlékem van, talán a 2014-es komet. Akkor zenéltek egy kalitkába, igen, egy kalitkába zenéltél. Fönt a gömbbe.
Játsszuk be azt, vágod. Most nem, de majd itt bejátsszuk, hogyha megtaláljuk. Ha játszatok be, van a beton dzsungel ösvényein, és abban megy be a csávó a kométre, és a Vikit mondja, hogy az nézzétek. Ezt lehet, hogy láttam, mondja, ez a beton dzsungel ösvényei. A karikkámozár trapszolga. Igen. Csubadur Ládán zenél korongjaival, amire a városlakók együtt mozognak. A karikkámozár néma szolga műanyag korongokról a trubadurok zenéjét játsza. Nagyon jó, azt tegyük ezt be. Majd vágjátok be. Én bevágjuk ide, de én nem tudom, miről van szó, mert megnézem. Óriási. De nem, én arra emlékszem, hogy lehet, hogy előtte is összefutottunk, már csak ott talán beszélgettünk is. Ott beszélgettünk, vagy én is pár szót váltottunk, és ti meg nem voltatok kommentem veletek, meg tudod, mi az első emlék? Amikor az Aréna plázában, most tudom, hogy megtévesztem, hogy most volt a premieretek, stb., de még nagyon régen volt valami esemény, és még nagyon máshogy néztetek ki, tehát ez tipikus az a régi BSV-s korszak nekem, amikor így nem tudom, amikor még egy amikor csomó emberbe, ezt őket. Akartam mondani, egy csomó emberbe az volt, hogy kevertek titeket, és melyik a Matyi, melyik a Gabi, nem tudom, és először bennem is ez volt, aztán ez az évek alatt nagyon tisztán elváltozott. Hát onnan lehet megkülönböztetni, hogy velem általában ott van a Viki. Hát most már. Igen, igen. De igen, csak hogy nekem, bocs, csak hogy mit tudom, ez 2015-6. Nekem ez az első emlékem. Nem a Lourdes. Nem, ez biztos, nem, ez biztos, hogy az arénában volt, az fixen meg van. Még a ott? DJ Ghost is ott volt, nem tudom, hogy mi volt ott, de valami többen voltam, még a Ghost, szerintem ez valami esemény én volt. Te is tudod, miről beszélek, nem? Igen, tudom. És akkor ti is csak odajöttetek, de még ti, hogy így kapargattátok a mainstreamnek az elejét egy picit. Szerintem az egy Players Room-os, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy valami ilyen. Vagy mozi premier. De valami, igen, vagy mozi premier, még ezen gondolkozok. Az is lehet. És tudod, még ott csináltatok azt a klippeteket, ami most, bocs, nem jut eszembe a neved, amikor ilyen megvagytok fagyva, és akkor így, vagy nem megvagytok fagyva, csak hogy így körülötted. Levagytok fagyva, az és az akkor ti ilyen 3D-s, levagytok fagyva, és körülöttetek a irik videó. Az. Jó, ebből rá nem jöttem volna, hogy mire akarsz kiukadni. Az az időszak. Az 2015-16, nem? 16, az 16, 2016. Na, én az az első emlékem, de lehet, hogy volt nálatok is előbb. Szerintem az egy, te mondod jól, valószínűleg az egy ilyen mozi premier volt, és ti ki voltatok települve akkor még a Vivával. Nem, a Viva nem, szerintem. Hát, de mondjuk még volt Viva akkor, volt de... Volt Viva, biztos, mert... Ja, csak utána lett TV2 is abban az évben. Ki akkor valami hülye film. Na lényegtelen. Na lényegtelen, de én nekem az első emlékem, de nektek, ti még jobban nem emlékeztek, gondolom, semmire. Rá, hogy hol találkoztunk vele. Rám, hogy kíváncsi lennék, igen, mert lehet, megmondom, hogy hol találkoztunk legelőször, és hallod, és teljesen borul az elméleted. Mert én megállapítottam akkor, hogy te egy köcsög vagy, de... És amúgy az, hogy azóta tartod, nem? Változott, de még nagyobb köcsögnek tartod. De tudod, hogy hol találkoztunk? A Planetbe volt forgatás, nem, ahogy Fotoplanet? Fotoplanet. Újpesten? Újpesten volt egy vivás forgatás, játékos feladat. Tényleg, egy padban! Egy padban, tudom, tényleg lehet, hogy ott. Ott találkoztunk legjobb. Nekem sem voltatok szimpik, nem azért mondom. Semmire tehát, nem emlékszem. Te csak úgy vagy, nem? Az a legjobb. Én amúgy, az a baj, nekem annyira rossz a memóriám, hogy én tényleg semmire, tehát semmi. Matyi, mi honnan ismerjük egymást? Na tessék. Ti előbb ismertétek egymást, mint igen. Én azon a szilveszteren. Igen, mert a Gabi menekült előlem mindig, nem mert köszönni meg sem. Egyre emlékszem, egyszer Miskolcon milyen fesztivál volt, az Miskolcon? Faktori Fest. Tényleg. Ott egyszer találkoztunk, igen. De csak így köszönő igen. És igen, pont váltottuk egymást szerintem, az nem tudom mikor lehetett. Az nagyon régen. Igen. Utána szerintem egy Debrecen szilveszter, és igen. A Matyi mindig halálsa jó fej volt, mindig jött, köszön, tök cuki volt, a Gabival meg mindig csak hogy fura egyébként, hogy a Matyi csajokat előbb ismer meg, és egyébként így köszön meg rendes csajokkal. Nem, nem? Mint később kiderült, ez azért volt, mert a Gabinak tetszettem, és pulykált előlem mindig. Igen, mert nem akartam érteni. De miért? De én ennél tökösebbnek ismerlek, ezt nem is értem. Hogyha valaki bejön, akkor azt... Pár kapcsolatban volt a Viki, hát nem akartad. Meg én is pár kapcsolatban voltam, de... De nem azt te azt mondtad, hogy... Akkor nem ízelsz, akkor nem ugrálsz, érted? Azért van egy alapvető. Persze, távolságtartás. Valaki tetszik neked, nyilván én ilyen. Nem tudom, tehát, hogy nem az a fajta vagyok. Te mondtad, aki... hogy te mondtad, hogy én úgy tetszettem neked, jaj, bocsánat. Nem, hanem, hogy látott, mit tudom én, a FHM-be, CKM-be, nem is megvolt, azt pont írtam, kommenteltem, hogy ez nekem is megvolt, arra tisztán emlékszem. Még általános iskolás voltam. De csak az újság volt meg neki, nem? Igen, nem, csak az újság. Mielőtt itt több elemennem, nem, általános iskolás voltam, és megvettem, ott volt egy közeli újságos, és gyűjtöttem, és megvettem azt a példányt, amiben benne voltál, azt végszem. Nem, eladó véletlen, mert gyűjtöm ezeket. Az összeset felvásárolom, hogy csak nekem legyen meg. A világon, tudod. De nem, amúgy az a baj, ez nem is tudom, hogy hol lehet. Na mindegy, oké. Igen? Nem baj, hogy nem tudod, hol van. Úgyis össze van ragadva, tök mindegy. Nincsen esküszöm! Elmondanám! Elmondanám, hogy összelejtelő nincs! Nem maradszom, tesó!
De lényeg, igen, mit akartál? Megyek, igen, nem, Viki, igen, mit akartál ebből kihozni? Csak, hogy Az, hogy nem értettem, hogy a Gabi miért ennyi, de nem az a baj azzal, hogyha valaki mondjuk nem mutatja azt, hogy tetszik a másik, nyilván ő is kapcsolatban volt, én is nyilván ebből semmi nem lehetett volna. Nem, szerintem... Hanem azt nem értettem, bocsánat, csak hogy én azt nem értettem, miért nem tud köszönni legalább. Na, ja, miért vagy ilyen paraszt? És akkor én vagyok a köcsög, és akkor én vagyok a köcsög. Mert bunkó vagyok. Én azt hittem, hogy van velem valami baja. Nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. Szerintem zavarba volt tőle. Igen, meg a Viki, nekem a Viki nem egy DJ volt, a Viki egy ikon volt nekem, tudod, tehát, hogy őt az a tévében látod, meg ugye elképzelsz róla valamit, és úgy vagy vele, hogy hát azért nem köszönsz neki, mert lehet vissza se köszön. Tehát, hogy így nem akartam, hogy... Nem ilyen. Nem. Mondjuk kisugárzásra azért. Hát jó, tehát jobban... De miért? Szerintem nem. Hát azért van néha olyan vibe-ot, hogy anyád... Igen. Inkább nem szólok hozzá, jó? Ja, igen, inkább. Van néha. De szerintem minden szól, nőnél van olyan. Azt le kell üssem, mondom, az még. Ja, inkább én ütlek le téged. Na gyere! Hogy mi Vikivel mindig összemegyünk. Igen, kitérek erre a kapcsolatra, és ez nagyon érdekes, mert hogy az van, hogy ugye ti most már 2 éve... Három éve vagytok együtt, most már össze is... Kerekítünk a három, az csak kerekítünk. Jó, akkor három fölé kerekítetek, de hogy már házasok is vagytok, és a többi. De itt van Matyi, aki az aglegény életet éli. Én mindig megyek át, tartom a gyertyát. Igen, és mindig azt szoktátok egyébként így mondani, meg Instaszori, nem tudom, hogy itt összeszedegetek, hogy picit ti hasonló személyiségek vagytok. Ja, meg igen, és azért is mondjátok, hogy kuzin, meg így ugye, amúgy mindenketten azért elég erős személyiségek vagytok. Gabi ehhez képest amúgy nyilván nagy dumája van, stb., de ez picit békésebb. Nem ezt mondtam? Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy kicsit azért most dicsérlek, baszki. Dicsérlek, és te egy kicsit... Kenyérre lehet kenni a Gabi. Kenyérre lehet kenni, és egy kedvesebb, meg egy türelmesebb, igen, egy türelmes csávó amúgy. Igen. És az a lényeg, hogy ezt az összeállás, azt így értem, oké. Okay. De hogy ti hogy jöttök ki... Amúgy nagyon jó. Az egy nagyon jó. Na, nekem a Matyi egyébként olyan, mint a tesóm lenne, szóval. Ja, nekem is. Köszünk egy ilyen tesós viszony van. De amúgy azért, mert amúgy szerintem azért nagyon tiszteljük is egymást, meg nem nagyon van mink konfrontálódni. Hát egyébként a Gabi lehet max csak, nem? Hogy összehoznak rajta viszem, mindig. Igen, hogy visszam-e fellépni, vagy nem viszem fellépni, tehát körülbelül ilyen. Nem, most összehoglatni, össze szoktunk így vicc. De hát hányszor a 3 év alatt kétszer? És ennyit hallok csak, hogy kussolj, így beszélünk. Az poén. Poénból mondjuk egymásnak. Te fogd a pofádat. Igen, ez tényleg ilyen testvérias kapcsolat amúgy. Ja. Van az, amikor így kettőjük között vagy, és így nem kell szétcsapni, vagy bármi. Nem. Tehát figyelj, könnyű akkor így együtt élni, és együtt is dolgozni. Ez mi a kérdés? Hát, könnyű együtt élni a Vikivel, és együtt dolgozni a Matyival, akivel szintén folyamatosan nekem, össze vagytok. Nekem nagyon zárva szinte. Mindegyik igazából. Szerintem azért tényleg, amit mondasz, és tök jól látszik, hogy ők nagyon hasonlóak, ezért működik nagyon jól a barátság és a munka, mert mindenki megvan, senki nem, mindenkinek megvannak a szerepe, és ugyanígy a házasságunkban és a kapcsolatban is megvan, hogy kinek mi a szerepe, és ezért így fésülődik össze minden. Tehát, hogy velem meg azért nagyon nehéz összeveszni, csak néha vagyok ideges, hogyha beüt a... De egyébként... Azt láttuk a plázson, de amúgy, amikor ideges voltál. Az a vicc, hogy pont tegnap így hárman voltunk, ugye te is voltál Mikulás Gyernál, ugye ilyen igen. adományt vittél, igen, mi igen. is ugye szedtük össze, vásároltunk, és a Matyi egyébként egy kis szemét, mert amikor mi összekapunk, akkor úgy tud röhögni, hogy én hogy cukkolom a Gabit, ő meg már idegben van teljesen, ő meg röhögre. Én nagyon élvezem. Nagyon élvezem. Ez nagyon jó, tudod, összevesztünk, hogy most egy nagy mosóport vegyünk, vagy sok kicsit. Úgy is szétszedik ott, és elküldik, szétszedik. Hát a Miki is ezt mondta, de nem hittem el neki. Nem, tényleg azt csinálják. Ja, én meg mondtam, hogy kicsit kell venni, mert sok család van. Látod? Megint nekem volt igazam a nőnek, az asszonynak, aztán nem hallgattam. Ezzel azért vitatkoznék, amikor az asszonyoknak igaza van, de jó, oké, persze. Tök mindegy, vettünk helyette 50 fok kefét. Igen, az lett a végeredmény végül. Legalább. Igen, úgyhogy ja. De nem vagytok akkor nagyon veszekedősek. Nem. Tehát, hogy nem hiszem, hogy össze szoktatok kapni ti. Gabival nem is nagyon lehet. Nem lehet, mi? Nem nagyon. Ráhagyja az ember amúgy sok esetben. De szerintem Matyival is ez van. Matyival meg gyerekkorunk óta ez van. Hogy igazából kétszer. Na, Matyi régen is ennyire erős személyiség volt? Vagy az inkább csak az évek alatt? Kialakult nála, mindig határozott volt, meg mindig megvoltak az elképzelései. És mindig, én azt szoktam mondani, hogy azért is hagyom, hogy az ő elképzelései mentén induljunk el, mert még... Mert nincs esély. Nem hagyod. Nem hagysz más utat. Rázza, hogy az legyen, amit ő akar. Másrészt meg ugye, tehát, hogy apró, cseprő, kis pici dolgokon kívül nem hibázott még a Matyi. Hogyha valamit így kigondolt, akkor az mindig össze is jött, és mindig volt egy terv, ami alapján indult a BSV, vagy amilyen irányba ment, és amit ő kitalált, az mindig működött is. Tehát, hogy most miért roncsunk el egy, vagy miért
hozzak be egy olyan rossz vibe-ot, amikor ez teljesen tök jól tud működni, uh-huh. És persze az a könnyű, és azért működik jól a BSV, mert általában egy dolgot akarunk, csak én mindig úgy vagyok, hogy én nem tudom, mit akarok, de azt a Matyi kitalálja, és akkor eljövök, hogy na, ezt mondtam én is, ezt mondtam. És tehát, hogy ezért működik jól. De amúgy szerintem meg sokszor van neked is jó ötleted, és az a jó, hogy amikor meg jó ötleted van, akkor te is rámondod azt, mint a Matyi, hát hogy igen, ez mert ezek, tehát a Gabinak általában olyan ötletei vannak, amikben van azért egy ilyen 80% fasság, és akkor de az a 20% meg nagyon nagy ötlet. Például ez az egész mozis premier, ez amúgy az ő ötlete volt, csak nem mozis ötlet volt, hanem egy ilyen album színház. Listening event, ja. Volt igazából, hogy meg lehet hallgatni az a lemez. Hallgassuk meg együtt a lemez, hogy ne lemez bemutató legyen, igen. Hanem legyen egy ilyen. Na és akkor abból lett az, hogy akkor mi lenne, hogyha előbb csinálnánk? Mi lenne, hogyha moziba csinálnánk, mert ott jó a hang? Mi lenne, hogyha akkor levetítenénk a klippeket egybe? Mi lenne, hogyha hozzáraknánk ilyen doku jelleget, mert ugye verkeztük végig a lemez, és akkor abból forta ki magát oda, ami lett belőle végül. Szóval, ja. Rettentesen ügyesek vagytok, mert pont úgy haladunk, ahogy akartam volna egyébként. Hát, és pont ez... Ja, igen, úgy látszik, profikat kell hívni, és akkor csak keveset kell kérdezni. De pont ezt akartam kérdezni, itt volt a verk, itt volt tényleg a mozipremiér, azért végig lehetett ezt kísérni, akár Instán is, akár aki megnézi ezt a dokumentumfilmet, láthatja. És nem is ezt akarom, hogy ezt mondjátok el, mert akit érdekel, az úgyis megnézi, hanem hogy miért gondoltátok, hogy itt az új lemez körül egy ekkora feneket kellene keríteni, vagy ekkora hype kell, hogy legyen, hogy ez egy új cél volt, törekvés, vagy ez magatoktól jött, ez egyértelmű volt? Tehát, hogy azért most ezt is megegyezhetünk abban, hogy egyrészt nem szoktak lemezről ennyit kommunikálni, szerintem, úgy unblock előadók, vagy csapatok, vagy mert bármi. Nem értenek a marketing. Sok volt az előkommunikáció, nagyon sokáig egy. Nem. Kettő, Matyinak a sztoriáit azt ismerjük nagyon sok, és nagyon sok elmagyarázza a dolgot, oké? Okay. Három, tényleg, ott van. A posztban is. Leírja, igen. Természetesen. De nem csak, hogy... havi egyszer ki kell, hogy kerüljön. Abszolút, igen. Honnan indultunk, és hova jutottunk. De nem magyaráztam el, hogy jönnek az új követők, és mindig el kell magyarázni az újat. Jogos, amúgy jogos, van ebben valami. Azoknak is elmagyarázom. Mi ezt társaságon belül úgy hívjuk egyébként, hogy Matyis poszt, hogy most már egy hosszú Matyis posztot neked is érjük. Matyi levél. Persze. Persze, de nem csak, hogy tényleg, hogy visszatérve, hogy miért gondoltátok, hogy ekkora hype kell, ekkorát kell most durrantani a BSV-nek? Figyelj, nagyon-nagyon ritkán jönnek ki lemezek, szerintem utoljára mikor jött ki? 2016-ban jött ki lemezünk utoljára? Igen. Tehát az hány év, most nem szeretem annyira matekot, de az amúgy... mennyi? 9 év? Nem. Mi, de? Hogy jött ki? Tényleg nem szeretem. Van. Te vagy a pénztárosunk. Ja, akkor 6 év. Jó, nem emlékeztem. Azt nem tudom hány. 2022 van, ugye? Igen. Tudom, akkor 6 év. Most már 23, bocs, amikor ez az adás kimegy. Ja, akkor most már 23 van. Ez volt a szilveszter. Nagyon jó, de jó volt. Na igen. Szóval nagyon sok idő eltelt, és ami nagyon megváltoztak már a zenehallgatási szokások, annyira fel van gyorsulva a világ, hogy egyszerűen nem tud egy lemez már érvényesülni úgy, mint régen, mert régen ugye mi volt? Kijött egy lemez, beraktad a CD-t, ezt meghallgattad elejétől a végéig. Most is meg tudtuk csinálni azért. Hát de senki nem csinálja ezt meg. Tehát most már én megcsináltam, adtál egy lemezt. Hát én megcsináltam a kocsiba. Belerakt? Persze, a kocsimba. Nem mondod. Tiedbe is bele lehet tenni, a tiedbe nem lehet bele tenni. Nem lehet berakni, ennyiben nincs CD. Ne fárasz, hát nem, az ember. Spotify-val, azt sem tudom már, hogy 2014-es, nekem beviszi a kocsim. Lehet, hogy van benne. Tavaly kocsim a kazettát is bevettem. Tuti, hogy a tiedben. Na mindegy, oké, leragadtunk kicsit a kocsi kérdésre. Tehát visszatérve, hogy egyszerűen annyira gyors a világ, hogy egy lemezen van, mit tudom én, tegyük fel, hogy 10 olyan dal, amit még nem hallott a közönség. És mondjuk mind a 10 dallal nagyon sokat dolgoztál, mind a 10 dal kurva jó. És nem tudod megmutatni, mert nem tudsz kiemelni egy dalt, hanem ömlesztve oda megy, és igazából így eloszlik a figyelem a dalok között. Ezért nem tudod azt csinálni, mint amikor single-ökkel dolgozol, hogy egyébként kihozom mondjuk 3 nagy dalt, amire nagy promót csinálsz, nagy klipet csinálsz, stb. És akkor ezért gondoltuk azt, hogy egy ilyen nagy hype, egy nagy promó, az meg alapozza az egészet. De egyébként mi nekünk az előző lemezünk is ilyen volt, sőt az előtti lemez is ilyen volt. Mindig volt körülötte egy nagy marketing, meg egy nagy hype. A mozi premier nem volt, én nem emlékszem arra. Nem volt, úgy volt körülötte nagy marketing, meg nagy felhajtás, hogy az akkori kereteinkhez mérte. Ja, persze. Amennyi felületünk volt, amennyi pénzünk volt, most nyilván minden felület is pénz a miénk. Tehát nyilván tudunk egy... Tehát gazdagok vagytok? Újságosan is már, néha már érzem. Meg amúgy akartunk csinálni valami olyat, amit nem csinált még senki. Ami egy igazán nagy dolog, egy kicsit az is, hogy közelebb hozni a hallgatókat, lássák, meg az, hogy ez a lemez, ez egy olyan témát boncol fel, és egy annyira egy ilyen valós alapokra van helyezve, és azt akartuk, hogy a hallgatók belelássanak abba, hogy születik egy lemez, főleg érzelmi háttere, mi az érzelmi háttere egy lemeznek, hogy mi váltja ki ezeket a dalokat, hogy épül fel, hogy belelássanak egy kicsit a szakmai részébe, hogy hogyan
készülnek a dalok a stúdióba, és ezt csak így tudtuk megmutatni, és amúgy meg egy tök jó esemény volt, érted, hogy mindenki, aki ügyes volt, és szemfüles volt, és befért abba a limitált 1000 főbe, azok el tudtak jönni, tudtak velünk találkozni, volt egy nagy fotófal, ez a szponzoroknak tök jó volt, igazából mindenkinek tök jó volt. És a win-win. Legfontosabbat ne felejtsük, tényleg ez azoknak ezt a jegyet, azok a rajongók vették meg, akik a kőfanok. Ott mindenki, az 80% az embereknek a mi mörcsünkbe volt. Uh-huh. Volt, aki még a régi övölt meg mit tudom, egy nyakláncokba jöttek, amit 1000 éve árultunk. Tehát, hogy ez egy olyan magnak volt szervezve, aki nem a buliba járó, tök mindegy, hogy ki a fellépő, jó lesz veretünk, hanem aki konkrétan a mi legközelebbi rajongóink. És velük az, hogy mindenkire volt egy pár másodpercünk, és mindenkivel tudtunk szólt, ez nekik egy akkora élmény, persze, hogy ez megfizethetetlen. És hát Viki, veled is a srácok régóta mondják a közöst, ez például nem került rá a lemezre. Ez tudatos volt? Vagy egyáltalán hogy áll? Egyáltalán elkészült-e? Vagy hogy készül-e? Vagy ez csak gondolati síkon van még? Tudatos voltam, úgyhogy ez nem kerül rá. Ez egy teljesen más projekt volt. Igazából ez az én dalom lényegében, úgy közös a fiúkkal. De amúgy ez körülbelül akkor kezdtünk el erről beszélni, amikor összejöttünk a Gabi, vagyis hát még előtte emiatt kezdtünk el ugye beszélgetni. Emiatt lehet. Én már fűztem az agyát már 3,5 éve, hogy ő valami közöset lehetne csinálni. Még így is fél tőle, tudod? Igen, ezek után is féltél tőle? Én úgy értettem a közös csinálás, hogy gyerek, tudod? Ja, nem, ja. Nem, közöset akart veled csinálni. Nem, még most már csinálhat? Jó van. Na igen? Na mindegy, és akkor igazából beszélgettünk róla, hogy akkor persze majd dumáljunk róla, meg üljünk le, meg mit tudom én, aztán lényegében az úgy annyiba maradt, és akkor kicsit más irányt vettünk, mert ugye beszinglisettünk mind a ketten, és akkor nyilván inkább nem közös dalt csináltunk, hanem összejöttünk. Hanem közösülést. Igen. Jó, hú, de tírták meg. Wak. Ebben a műsorban belefér. Mi idén befejezzük a klubozás 10 év után. Tehát, hogy már az a formátum, hogy a Gabival ketten megyünk, az nem lesz. És csináltunk egy olyan lemezt, ami szélesebb közeghez ér el, mert zeneileg is, meg témaügyileg is, egy olyan lemez, amit a szélesebb közeg befogad, és könnyen hallgat, és hangszerelésügyileg is ez egy olyan, ami a fesztiválokon működik, a nagy színpadokon működik. És ezért volt szükség egy akkora hype-ra, és egy akkora marketingre, hogy kapjon elég felületet ez a lemez, hogy legyen rajta annyi sláger, meg kapjon annyi figyelmet, hogy legyen rajta több-több nagy nézettségű dal, amit utána a fesztiválokon lehet tolni úgy, hogy az megalapozza az egész setlistet. És ugye ez volt a terv, és amúgy, hál' Istennek, 100%-osan bejött. Hát mert igen. Egy zseni vagyok, bazd meg. De soha többé... És amúgy több sláger van a lemezen, mint dal, csak mondom. Annyi, úgy van. Hát megint úgy van. Platina volt, és amit tényleg. De most nem akarom, én ezt nem akarom elhinni, hogy Gabinak egyszer csak jön egy bekötés. Most azt mondjátok, hogy csak live. Gabinak jön egy bekötés, azt mondja, Gabikám, 3,5 millióért gyertek el a klubból, légy szíves. Nem, azt mondja, gyertek el, de már tudod, jó, nem. 5. És azt mondja, mondja a Gabi, nem, mi de csak live-ozunk. Ezt, ezt már tudod, mióta csináljuk? Tehát amikor fél éve ezt mondjuk. Nem csak fél éve, hanem amikor megcsináltuk a zenekart, és még nem volt COVID-19, Tomi már nyáron nem vállaltunk haknit. Ott én emlékszem, hogy volt egy ilyen... Csak live volt, és igen. Ott a havi 30 hakni könnyű pénz helyett inkább csináltunk havi 5-10 zenekarosat, amivel nem is kerestünk annyit, tehát már mondtunk nemet nagy összegekre, nem szeretek rá nemet mondani, nagyon-nagyon rosszul esik, hogy ki kell mondanom, de mindig hosszú távon gondolkodunk, és ehhez viszont szükség van arra, hogy tényleg azt mondjuk, hogy nem. Amúgy, most, igen. Bocsánat, most igazából a jövő évi live setupon már régóta dolgozunk, és egy teljesen más szint. Tehát konkrétan ezt úgy képzeld el, hogy nem csak az van, hogy live-ozunk csak, hanem csak a legnagyobb bulikat vállaljuk el. Tehát az volt a hozzáállásunk, hogy ha van 10 kurva nagy bulink jövő évben, mi elégedettek vagyunk, és nem akarunk többet, nem is akarunk sok bulit csinálni. És van? Már 20-nál járunk. Amúgy, igen, de hogy ennek olyan technikai feltétele van, hogy, tehát, hogy igazából egy akkora szintet lépünk, vagy léptünk, hogy hát amúgy aki most megveszi a bését, az nagyon jól jár. Ez volt itt a reklám helye, úgyhogy hát ezt nézi, szervezze, akkor egész ha nyugodtan befér. Lehet. Nekem pedig meg van egy klubturnézós műsorom. Na, igen. Turnébusz lesz megint? Az is nem azt mondtam, csak egy klubturnézós műsor, de turnébusz is lesz megint, úgyhogy azt is lehet kötögetni, ezt csak most itt elhintettem. Na, de a lényeg az az, azt nekünk hogy... kell megvenni, vagy össz magadtól a vászkot. Ti is vegyétek meg nyugodtan. Jó. Viki, mielőtt kialakult volna Gabival bármi, arra most már beszéltünk, hogy te azt hitted, hogy bunkó, de közben nem, ő csak félt, meg stb. Játszottál bulikba előtte BSV-t? Nem, soha, amíg. Ez most komolyan. A jajt játszott. Tényleg nem játszottál? Én azt hittem, hogy ez ilyen tök egyértelmű lesz, hogy persze. Nem, a jajt is akkor kezdtem el játszani, amikor összejöttünk.
Az, na most lesz a válás. Aha. De most válás. Én mindig elmondtam, hogy én nem voltam annyira képbe velük, szóval a jaj, az tetszett, annak kapcsán mondtam a Gabinak, hogy tök el tudnék képzelni valamit közösen, mert akkor már volt együttműködés, mit tudom én, Curtis-szel alakulóba, HR Flow-val, mit tudom én, szóval, tehát hogy így voltak. A GI-jal volt közös dalom, ugye. Beton. Igen, akkor az már Kim volt, szóval, hogy igazából már volt több ilyen dalom, és azért is jutott eszembe, hogy tök jó lenne. De hát mondta Gabi, hogy hát most jött ki egy nagyon-nagyon jó számuk a Bricklake-kel, úgyhogy most... És azért tényleg nagyon jó dal, és mondtam, na, beszéljünk egy picit arról a dalról, Gabi, jó dal, szereted? Igen, én emlékszem kifejezetten. Én az egy annyira vicces dal. Játszátok bulikon is? Bulikon is szoktátok játszani? Nem, azért nem, mert... Azért nem játsszuk, mert nem fér bele a műsorba zeneileg, de az egy rohadt jó dal, csak ugye a Viki lemaradt rólunk. Tehát, hogyha azt meg nem akartuk, hogy most minden héten hozunk ki ilyen dalokat, és akkor lényegében így a miénk az egy kicsit eltolódott meg. Hát, igen, de egyébként ők is nagyon sok mindent csinálnak folyamatosan, meg azért én is nagyon sok mindent csinálok, nekem van saját estem is ugye a Plázson, most már 7 éves lesz ez az est, ugye a Meszkerend Ferenc, és amúgy arra fog jönni ez a közös dal, ami már csúszik, nyáron ez lesz egyébként a himnusza. Mint a Kevinnel? Igen, ez lesz a himnusza majd. És amúgy már kész van a dal, ilyen 90%-os. Egy-két részt kiveszünk belőle, már a Matyinak van egy-két olyan dumája benne, hogy így... Kamagra geng? A faszos. Nem, a koszorús lányok a... Azt azért kiveszünk belőle. Na, kíváncsiak. Egy kis promót, figyelj. Nyugodtan, én ezt nem is hallottam még erről a dalról, és ez tényleg érdekel amúgy. És amúgy ilyen esküvős, amúgy ilyen esküvős. Esküvőre akartuk kihozni amúgy. Igen. Borsos Fecó hív Szlovákiából, csak ezt most neked mondom. Azt felveszem. Vedd föl. Mobilfoxos, úgyhogy nem kell kapni. Borsos Fecó? Aha. Engem is most hívott. Kezdek, hogy tudod, hogy ki vagy? Nem tudja. Várjál, mert nem hallottalak, mert megállót forgatunk. Most hallak, igen. Mert itt az Isza kezd, itt mutogatja az edzési gyűrűjét, mert elvette az úszó Dobrádi. Srác. Az úszó. Nem tudja, ki vagy. Csak annyit akartam kérni, hogy nem tudja, ki vagy. Olyan ajánlat kéne, bár nem tudom, lehet, hogy e-mailt a kettőn leírom, hogy ez a bőset érjünk vissza, amit... Micsoda? Mondta, hogy a BSV-vel nem. De mit mond az árról, hogy elfogadják, vagy nem? Bazzeg, nem hallom. Mind a két rendezvényen, tehát kérted jöttem, hogy mind a két rendezvényen egy nap, és mind a két rendezvényen 3 nap. Mondjam, bárkinek eladja a Fecó amúgy. Ilyes. Mondd neki, ki vagy, mert nem. Fecom, figyelj, az van, hogy csak akkor tudok kedvezményt adni, ha megveszik a BSV-t is 17 millióért. Azt hiszi, hogy én vagyok. Azt hiszi, hogy én vagyok. Azt hiszi, hogy én vagyok. Mondd már neked, te vagy, bazd meg. Fecom, mert én velem beszélsz, Gabi vagyok. Marcival forgatunk, de odadom neked, mert itt izzad, hogy most... Mondd neked, visszahívom. Hallod, visszahív majd, de amúgy el fogja fogadni, ez egy jó ajánlat, bár nem hallottam. Én sem hallottam. De jöjjön tényleg a BSV is. Nem is vettem meg a hangulat. Most benn leszel az adásba, Fecom. Mennyit kérsz érte? Hány százalék? Nem tudunk. De megállóba leszel bent, Fecom. Igen, nem tudunk. Jó van, visszahív a Marci majd. Jó van, üdvözlöm. Csókollak. Oké, csöcsö. Na, Borsos Fecó egyébként egy olyan kollega, aki titeket is gondolom nagyon sokat köt. Dobom. Vikit is. Mobilfox. Dobjad. Csak összetörd az asztalt. Köszönöm. Ez komoly. Szép egyszer. Volt. Na, szóval igen, oké. Okay. Megvan a dal? Meg. Játsszuk be akkor azt, igen. De csak ezt a részt. Jó, játsszuk be. Azt én már hallottam. Ezt akarod kiszedni? Ezt kivetette. Fura, nem értem, hogy miért. Mind a ketten most már kiléptetek a tini korból, és össze is jöttetek, és össze is házasodtatok. Gyermek az tervben van? Gyermekáldás. A gyermekáldás? Nem, én tényleg megnéztem veled egyébként egy csomó interjút. Én azt gondolom magamtól, hogy kényes téma ez neked, de kíváncsi vagyok, hogy miért. Hát most ott tart. Egyben egy párna meg izé karbe. Vége van. Vége van. Nem. Most ott tartunk, hogy magát a műveletet gyakoroljuk, aztán majd. De már elég régóta viszonylag, nem? De milyen régóta. Tehát az megy. Nagyon jó. Nem. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez amúgy annyira magájellegű és intim kérdés, hogy
hogy mindig zavarba jövök, mert ez kicsit olyan, hogy amikor jártok, megkérdezik, mikor lesz már jegyzés, amikor eljegyeznek, nyilván... mikor lesz már esküvő, amikor összeházasodtok, mikor lesz már gyerek, amikor megvan az esetünk, mikor jön a második. Szóval, hogy ennek soha nincs vége, és nem tudjuk. Még azt tudjuk, hogy mostanában nem vagyunk úgy időben, meg szeretnénk még kettesbe lenni, igazából ez rá a jó gondolat, hogy... Az elkövetkezendő jó pár évben... Ha van egy gyerek, vagy ha most mi bevállalnánk egy gyereket, akkor én még, nem tudom, Gabi, hogy van vele, de én azt érezném, hogy még nem voltunk eleget kettesben, mert egy gyerek teljesen felrúg mindent. Most ez egy dolog, hogy abba hagyja az ember a karrierjét, és mondjuk nekem kéne ebben az esetben abba hagyni. Nyilván nem tudnék éjszakázni. Én is abba tudnám hagyni amúgy, kibírnám. Matyi menne egyedül. Hova? De só, 20 bulit vállalunk jövőre. Szóval... Alig várom. Abba belefér a gyerek. Egyébként abba belefér a gyerek, igen. Na, nekem belefér a igen, gyerek. Igen, meg ez nyilván a Gabi is egyébként... Maradok otthon a gyereket, te meg mehetsz ugyanúgy. Annyi. Nem, én nyilván nem szeretném azt, hogyha én gyereket vállalnánk, akkor nem szeretném azt, hogy a Gabira háruljon minden teher, mert ezt nem tartanám normálisnak. Hogy szoptatom otthon a fura lenne egy kicsit, na, igen. Ezért sem kell nekünk még gyerek. És van egy nagy gyerekem, meg van egy kisebb is. Van egy kisebb is. Legót kaptam Mikulásra, érted? Tehát, hogy ennyit Legót kapott. Ez sokat mond, igen. Minden hónapban hallgatom a Tesco-ba a Legós pultnál, hogy Harry Potter Legót szeretne szerinted. És való... kaptam. Á, akkor inkább még tényleg várjátok egy picit. És akkor tényleg, és jó voltál, virgácsot nem kaptál? De Mikulástól? A virgácsa jön Vikinek. Visszatérve Matyira egy picit. Matyi, én tudom, mert ezt is mindig meghallgatom egyébként, hogy a tökéletes lányt keresed, meg hogy aki, nem úgy tökéletes számodra, aki passzol, aki minden szempontból. Olyan nincs. Igen, nem tudsz megalkodni, stb. Viszont Matyi, mi van akkor, hogyha megszokott ezt az aglegény életet, és azt mondod, hogy basszus, én ezt most mondom, annyira jó, egyedül, levarrok egy-két csajt, ez egy tök jó, nem kell senki után pakolászni, nem miről kell beszélsz, a hal... most is ez van. Ez van. Én tudom, hogy ez van, de tudom, hogy ez van, most csak a kérdés az, hogy ez nagyon jó, és azt meg lehet szokni. Nem félsz ettől? És most belefér, csak majd 50 évesen állsz, és azt mondod, hogy... Nem, annál sokkal családcentrikusabb vagyok, meg én szeretek kapcsolatban lenni alapvetően, én szeretek kötni. Igen. Hát ezt mindenki tudják, a Vikiék is, meg én nagyon szeretek szeretni, meg szeretek szeretve lenni. De nagyon szeretem az életemet most. Szeretek egyedül lenni, szeretek magammal foglalkozni, szeretem, hogy amiben munkát teszünk, és van idő munkát tenni bele, abból lesz egy eredmény, és most ennek van itt az ideje. Nyilván, hogyha jön egy olyan csaj, aki felkelti az érdeklődésemet, úgy tudok mit csinálni, úgyis felkelti az érdeklődésemet, és nyilván az elmúlt két évben kb. Amióta szingel vagyok. Hetente felkeltették egy hárman. Valaki... Mi naponta? Mi? Na, ne, napra, ne. Ugye, csak egy napra. Estére. Tehát volt az elmúlt két évben viccet félretéve, mit tudom én, két olyan ismerkedésem, ami komolynak indult. Szóval, hogy volt olyan, aki kinyitott, csak aztán túl macerás volt, túl problémás volt, és úgy gondoltam, hogy nem éri meg. Tehát, hogy én szeretek egyedül lenni, szeretem azt, hogy a dolgok úgy mennek, ahogyan én azt. De ne pont ezen nem félsz attól, hogy amúgy ez még 10 évig így lesz, 15 évig, lehet így, és nincs vele baj, csak hogy te nem tartasz el. Öreg Dan Bilzerian is így nyomja, nem? Annyi. Hát de pont ez az, hogy a családcentrikusságod miatt nem félsz ettől. Nem félek nem. Ettől, szerintem befogadom. Elfogadom. Lehet, hogy azt fogod mondani, hogy 3 év múlva találsz valakit, vagy... Azt szoktuk amúgy beszélni, ez minden nagy képviség nélkül, hogy azért ebben a szakmában, amiben mi vagyunk, nagyon ritka, hogy valakinek van egy olyan értékrendje, mint amilyen nekünk van. Szóval mi szerintem mi normálisak vagyunk. Nyilvánvaló változtat rajtunk kóra sokat a körülmény, amiben mi benne vagyunk. De nem például most az olyan dolgokról beszélünk, hogy becsületesek vagyunk, hűségesek vagyunk, nem loptok, cuccozunk. Nem csaltok, ja. Igen, nem cuccozunk, nem vagyunk szétesve, stb. Nagyon ritka ebbe a közegbe olyan csajt találni, aki letett valamit az asztalra, de nem vitte el az agyát a pénz, nem egy magamutogató akárki. Nem, ez fontos nem egyébként minden, neked? Nem, persze, hogy fontos, hát én sem vagyok magamutogató akárki, érted? Hát akárki nem, de azért szereted mutogatni magad. Miről beszélsz? Melyik részről? Hát természetesen... Szeret szerepelni, így értem. Nem szeretek szerepelni, hanem muszáj, tehát ez benne van, ez a munkámhoz tartozik, hát színpadi ember vagyok, felállok a színpadra, a klipeket kell gyártani, de én alapvetően nem szeretek szerepelni, magam mutogatni. Én nem is öltözöm drága cuccokban, nem show-offolok, nem szórom a pénzt, meg... Mi az a show-off? Faszom tudja, amikor így mutogatod ja, azt, hogy... Flex. Flex, ja. Ja, ja, ja. Ez a régi verziója a flex. Ja, Szóval alapvetően én úgy gondolom, hogy van... Hogy kirögted, ja. Nem, csak tényleg nem tudtam, hogy mi az. Esküszöm, hogy akartam, hogy most ma tanulok. Ahogy rákeresem, hogy kíváncsi. Nem, azért elhiszem, hát csak akartam, hogy tanulok valamit. Nem tudom, én sem, tehát hogy ez csak a fejemben van, lehet, hogy ez nem igaz. Nem, akkor nem vagy. Na mindegy, szóval, hogy... Szóval visszatérve az eredeti kérdése,
kevés az ilyen csaj, és egyszer majd valószínűleg be fog jönni egy olyan csaj, akire majd azt fogom mondani, hogy... A nagy számok törvénye, ezért kell sok csaja lenni, nem? Hát egyébként... Nem vagyok olyan sok csaja lenni. Egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, de amúgy azt hiszem, a Matyi az nagyon magasan van nála a léc, ami nem persze. baj, csak nagyon kevesen ütik meg ám ezt a csúcsot. És ha megütik, akkor ezt mondtad a filmetekben, hogyha megütik, akkor meg ő túl jó, és azért nem jó. Nem. Vagy valami ilyesmit mondtál. Fassa, ez viccel csak. Igen, de valamikor volt, hogy így, én ezt így láttam. Most már nem. Most van ilyen amúgy. Vele, van ilyen. De a kívülről ez úgy tűnik, de amúgy nem, belülről amúgy nyilván nem. Nem, az a baj, hogy tudod, azt soha nem tudod szabályozni, az, hogy ki tetszik meg, úgy kikelti fel az érdeklődés. Azt nem tudod megmagyarázni, nem egy checklist, hogy van egy lista, és akkor kipipálgatod azt, hogy oké, mit tudom én, családszerető, családcentrikus, hűséges, lojális, letett valamit az asztalra, vagy hogy van segíts dolga. Segíts Matyi a lányoknak, mert most biztos nagyon sok csaj nézi majd ezt, és ja. Nekem a bulikban mindig jönnek, és mondják, kell? Hogy puszilom a Matyit, hozzámennék nagyon szívesen, mert minden, úgyhogy légy. Szóval, hogy ez nem ilyen, hogy vannak azok az értékek, amik számomra fontosak, és kipipálom, és szerelmes leszek, de kurva jó. Hanem ez nem tudod megmagyarázni, hogy valaki miért kelti fel a figyelmet, vagy miért vált ki belőle olyan érzéseket, és lehet, hogy egy csomó checklist hiányzik belőle, egy csomó red flaggel jár az ismerkedés. És abban meg nyilván már nem megyek bele ennyi idősen, mert faszom fog dolgozni egy olyan kapcsolatért, meg egy olyan valamibe energiát tenni, hogy tudom, hogy úgyse fog működni, meg kibuknak előbb-utóbb ezek a hiányosságok. Nem stimmelünk. Szóval, ha egyszer jön egy olyan csaj, és erre mondja a Gabi azt, hogy amúgy minden jó volt vele, csak nem mentem bele, azért, mert nem volt meg az a vibe, mert van az, amikor úgy tűnik, hogy minden megvan, tök jó, minden checklist stimmel, de mégse kelti fel az érdeklődésemet, mert hát most azzal mit csináljak, érted? Tehát az meg, akkor meg az, tehát ennek a kettőnek passzolnia kell. Igen. Előbb-utóbb majd csak jön egy olyan, akivel ez passzol, hát most nem görcsülök erre rá, tök jó, vagyok egyedül. Ennyi. Viki? El tudod képzelni? Már csak kérdezé. Te mondtad nyilván, hogy itt a dalokat, meg előtte is voltak dalaid. Voltak dalaid, meg készítesz dalokat, és egyébként nyilván kvázi énekesnőként is szeretnél érvényesülni. Nem szeretnék, az csak egy hobbi. Előadóként. Figyelj, én erre úgy tekintek, hogy most őszinte legyek, Gabi is azt szokta mondani, hogy ez egy hobbim lényegében. Jó, csak hogy... Semmi nem múlik rajta. Jól tudtam. Bocsánat. Jó. Érdez, most már ez is, ugye? Nem ember! Annyi... Ember! De Viki, nem, azt akartam kérdezni, hogy el tudod-e képzelni azt esetleg, hogy mondjuk a dalaid miatt, vagy kvázi énekelni elhívnak fellépni, és nem DJ-zni kifejezetten? Volt már, hogy szervezők kérdezték, hogy akkor most, amikor több dalt hoztam ki egy éven belül. Tök jó megtekintései vannak, tehát egyébként miért ne lehetne? Hát jobb a tiaidnek. Nem, csak most számot szeretném. Hallod? És nézd meg! A Matyi, én próbálok itt teljesen fel, és nem tudom, mint a tényleg, jó, de nem baj, igen. Viccelek. Tudod, szívom a véred, ezt mindig szoktuk. Tudom. Nem, egyébként, ja, tök jó megtekintései vannak, meg egyébként tökre örülök, mert jók mindig a visszajelzései, szóval hála Istennek, valahogy nálam ez úgy jól csapódott le, hogy de egyébként 18 évesen is már énekelni akartam, meg ez érdekelt, meg szerettem volna vele foglalkozni, és amikor egyébként a Magneutonnal elkezdtem dolgozni, ugye a lemezkiadóval, akkor ők gondolták azt, hogy csináljak gyakrabban. És mivel az időmbe úgymond belefér, meg én azt gondolom, hogy egy DJ-nél nem elég az csak, hogy beállsz a pultba, és akkor ott ugrabugrálsz, meg mit tudom én, hanem legyen azért sokkal több mögöttes tartalma ennek, nálam ez az a plusz, amit úgy bele tudok vinni, plusz ezt tudom alkalmazni fellépés közben, én rá szoktam vokálozni egy csomó dalra. A saját megítélésetek szerinti most a csúcson vagytok? Tehát csúcson van a BSV, és csúcson van a Metzger Viki DJ produkció, szerintetek? Szerintem mindegyik csúcson van, én válaszolok mindenki helyett. A Viki már évek óta csúcson van, tehát ahogy látjuk, akár kívülállóként, ha megnézed, szerintem ennél feljebb itthon DJ-ként szerintem nem lehet lenni, ahol a Viki van. Nekünk még van felfelé, tehát mi nekünk még a... Attól függ, hogy közelítjük. Na, én pont ezt akartam, hogy kinek mi a saját meglátása, mert nyilván nekem én most azt mondom, hogy a BSV is egy top, és a Metzger Viki is egy top, tehát hogy nyilván, meg nyilván a közönség vagy... A eddigi karrierünket tekintve most vagyunk abszolút a tetején. Tehát ez egy ilyen út. Igen. De még abszolút nem vagyunk a csúcson. Mi lenne a csúcs? Hát ami lesz 2 év múlva. Na jó, de hogy mi fog akkor történni? Csak figyelj, már zenekarra jártok buli. Mondjuk az lenne, micsoda? Már csúcs lenne. Micsoda? A koncertot a Strandfesztivál kifizeti. Ja. Hát a csúcs itthon, mondjuk, hogyha... Nektek. Nekem, de ez mind a kettőnknek, azt beszéltük, hogy a csúcs itthon az, hogyha egy évben tudsz csinálni, mit tudom én, 2 olyan teltházas arénát, vagy valami óriási rendezvényt, ahol kurva drágán
drága jegyeket el tudsz adni, mert egy olyan látványt tudsz cserébe adni, és van egy olyan közönséged, akit ez érdekel, és aha, aki vevő rá, és mellette mondjuk a fesztivál szezonban megcsinálsz nagyon limitáltan 10-15 olyan nagy koncertet, ami szintén olyan, hogy mindenki leszopja magát. Uh-huh. Szóval szerintem ez a csúcs, hogyha itthon, hogyha a karrier tekinted. Ezen kívül nyilván most nézettségben már nem nagyon tudunk följebb menni, hát hova. Tehát, hogy persze lehet csinálni 50 milliós lágert, meg 100 milliósat, de ne felejtsük el, hogy 10 milliós országban élünk, és nekünk mit tudom én, 30 millió a jaj, egy év alatt majdnem 20 millió a mióta elhagytál, szóval akkora számokat csinálunk, és Spotify-on is mindenhol tök erősek vagyunk, az a csúcs, tehát, hogy nem nagyon tudsz följebb menni, hova. Viki, te magadról hogy vélekedsz? Hát, hogy mondjam, igazából én mindig, vagyis hát régebben mindig ez ilyen szakmai díjakban mértem azt, hogy most mi a top, azért abban már szerintem hát lényegében mindent sikerült úgy megnyerni. Én nekem az fontos volt, ami meg a fellépéseket illeti. Ugye van a Metzgerend Ferenc saját estem, azt én már tavaly a Strandra is elvittem, ugye ott voltunk a kettes nagy színpadon. DJ-ként azon kívül, hogy nyilván mondjuk... DJ-ként más, bocs, egyébként, igen, az, amiért se, tehát, hogy... Inkább igen, az, hogy nekem ami nagy előrelépés volt, hogy például az idei évben az F-ot engem vett meg egyedüli headlinernek nagy színpadra DJ-ként. És az mondjuk ami óriási... Nekem a Vikire is van ötletem, ez csak így zárójelben mondom. Na. Óriási... Még följebb. Ez az tesó. Szóval az nekem Viki óriási... zenekarra? Nem. Szóljatok, hogyha érdekel, amit mondom. Nem, érdekel. Nem, csak azt akartam mondani, hogy nekem az egy nagy dolog volt igazából, hiszen nagy színpadra DJ-t tenni itthon nem szokás, csak külföldit. Uh-huh. És nekem az volt egy jó lehetőség, mert például pont a fiúk után voltam, és volt egy félórás átállás, és fújra leürült. Én meg azt hittem, hogy egyszerű dolgom lesz, majd utánuk ott maradnak. Nem majd, mi ürítettük meg kell... lesz, tehát hozzád. Igen, hozzáteszem, vége lett a koncertjüknek, és ugye nyilván az átállás alatt elmentek az emberek. Aha. És nekem nulláról fel kellett építenem a nagy színpadot, és tele lett. Úgyhogy igazából az nekem egy óriási büszkeség volt, úgyhogy hála Istennek emiatt 23-ban is ott leszek a nagy színpadon, az EFOT-on, úgyhogy nekem inkább az a cél, hogy minél több nagy színpadot így bezsabálni a folytatásban. Skacok, ezek nagyon-nagyon jó tervek, és szerintem nagyon közel is jártok már ehhez. Viszont elérkezett most a játéknak az ideje. Amin én nagyon kíváncsi leszek. Igen, ezért. Az az a játék, hogy felelsz, hogy mersz teló pörgetéssel, ugye itt szuper kis tokokat kaptunk. Nem üvegezünk, ugye? Nem üvegezünk, a telómat pörgetjük. Megpörgetjük a telefonomat, és aki felé, ezt otthon gyakoroltam, mindjárt megmutatom, hogy pörgetjük meg, de hogy a telefon teteje áll, az felel vagy mer, hát dönthet nyilván, és aki pörgetett, az dönti el, hogy az illető feleljem vagy merjem. Ennek nincs értelme, ezt én írtam már. Ez már most, ezek nincs értelme. Ez késő este írtam. Nem, de az a lényeg, tök mindegy, pörgetünk, aztán dönthet az, hogy felele vagy mer. Nézzük gyakorlatban, hogy néz ki. Mutatom gyakorlatban. Legyen egy próbajáték az elején. Nézd. Telefon. És akkor most Matyi és én köztem dől el, és akkor most mondjuk, vagy tudom, hogy te határozd meg nekem azt. Ez jó, ez a játék. Te határozd meg azt, hogy felelek, vagy merjek, és én húzok egyet. Merjél. Merek egyet, jó. Gondoltam, hogy merni kell. Ja, az különböző boríték van. Igen, mert a piros az a merés, a zöld, azt nem mondtam, igen, a zöld az a felelés. Meséld el a legkínosabb randi és szex élményedet. Szuper. Randi élményt tudok mesélni. A legkínosabb randi élményem az volt, hogy találkoztam... De most felelsz, vagy mármint, hogy most nem most azt... Lehet, a piros, most ne haragudj, lehet, hogy tényleg a... Bocs, akkor a piros... Akkor visszavonom, felej. Felelek! De nem, rosszba húztam! Felej. Igazad van, jó, hogy figyelj! Ez a te játékod! Meséld el, már kíváncsiak. Na látjátok, ezért Káosz Podcast, pontosan ezért kapta ezt a nevet. Igen, tehát a legkínosabb randi élményem az volt, egyből eszembe is jutott, hogy elmentem egy lányjal, és nagyon akart már ő találkozni, meg én is egyébként izgatott voltam akkor, és egyébként nem volt annyira beszédes lány, tehát hogy ő amúgy egy ilyen... Néma volt? Nem volt néma, süket néma, igen. Nem volt néma, csak egy ilyen visszafogottabb csaj volt, és tökre megvan bennem, ahogy nem lesz annyira kínos, csak hogy én ezt nagyon kínosnak éltem meg, biztos megnyomott bennem valami gombot, vagy nem tudom, de hogy az volt a lényeg, hogy... Ő nem beszélt egyáltalán, és hogyha ő nem beszél, akkor tudod, ott ülünk némán, és semmi kínos téma csend. Nincs, és kínos csend, és azt nem akartam, tudod. Így rettegtem tőle. És az volt, hogy én meg nyilván beszéltem, de egy csomószor így dobáltam neki a labdát, így visszadobtam, hogy te mesélj, nem tudom, de azt így egy-egy mondattal így elintézte. És az volt a lényeg az egésznek, hogyha
én nem beszélek, akkor ott csönd van, és csak ülünk, és nézzük egymást. És azt többször is megkérdeztem itt tőle, hogy de figyelj, hogy így nem tudom, hogy nem beszélek sokat, vagy nem gáz, nem, de hogy is, hát ő úgy szereti ezt, hát én ilyen vagyok, nem tudom. És akkor végül is így mindegy, így telt múlt az idő, még így beszélgettünk, és volt egy közös barátunk, és akkor a közös barátunkat így érdeklődtem, hogy na, mit gondolt a lány, tudod, szimpi voltam neki? Hát ja, csak azt mondta, hogy végig pofáztál őt, meg se hallgattad, izé. És hogy tudod, hogy így, bazdák, hogy így, miért ez volt a lecsapódása, tudod, és tök szarul éreztem magam, hogy tényleg többször udvarias voltam, figyelj, tuti nem beszélek sokat, mert nem akarok, hát mesélj, nem tudom. És ő nem, hát ő fáradt, ő most nem, meg ő úgy szívesen hallgat, és tudod, ezt utálom, oké, tényleg sokat beszélek, aláírom. De hallod, Marci, egyébként igen. Olvastam az előző Tiden is podcastnél, igen. Hogy ott írták, hogy tök jó ez a podcast, és a Marci egy kicsit sokat beszél. Nem hagyod szóhoz jutni. Igen, az interjú alanyokat. De amúgy a Marci rohadt jó riporter, én ezt mindig elmondom minden platformon. Az egy kicsit szopja. Neked már ott kéne lenni valamelyik nagy tévénél. Te Randi, miért fura ez? Hát pofáznod kell érte. Hát igen, nem, az eset rosszul a szitúba egyébként, hogy tudod, amikor próbálsz figyelmes lenni. Ez most ugyanolyan, mint bármilyen emberi kapcsolatnál, hogyha visszahallod azt, tudod, hogy próbálsz így jó fej lenni, próbálsz így próbálsz jó fejlődni. Ne haragudj, még egy interjú vagyok, és hétre fogok odaérni. Hozzábeszélsz, vágod. Oké, és köszi. Ciao. Nem, szóval, hogy próbálsz tényleg így jó fejlődni, figyelmesen, és stb. És az a feedback utána, és nem is tőle kapod meg, hanem mástól megkapod azt, hogy fú, mennyit beszéltél, de bunkó vagy, de egoista, vagy nem tudom, annyira rosszul esik, hogy hát közben nem is jó ilyen van, vagyok. Jó van, de jó fej vagy, Marci. Na, hát nektek kell pörgetni. És valahogy, igen, és valahogy úgy kéne kijönni, hogy ti jöjjetek. Nem, vagy én pörgetek, hát én válaszoltam. Addig pörgess, most is én pörgetem. Valamelyikünk. Tök mindegy, felelsz vagy mersz, ne pörgessünk, pörgettünk. Én döntsem el, hogy én felelek vagy merek. Jó, megpörgetem azért. Rám esett, valaki mondja meg, hogy feleljek vagy merjek. Merje. És a Matyi! Matyi! Ez a Matyi volt! Feleljek, vagy merjek? Inkább azt mondom, melyik borítékot húzza. Szavazzuk meg! Melyik borítékot? Szerintem merjen! Merjen, mert a felelésbe sosem megyünk el. Egyért, igen. Ez is igaz. Jogos. Neked, vagy lehet, hogy összekevertem. Most nézzük meg, hogy mi van benne, mert lehet, hogy fújt az a felel, az egész. A nem piros tudom. A mer. Nem biztos, nem, az elhogy rosszul mondtam, igen, mert most tényleg nem tudom, mi van ráírva, az a biztos. Mit nem próbáltál még ki az ágyban, de titkon nagyon vágysz rá. De ez is só, ez össze-vissza. Össze-vissza, ez káosz tényleg. Ez káosz. Jó, azt húztad. Éjszaka, izé, bódult állapotba csináltad. Ez egy kicsit, tényleg bódultan csináltam, egy kicsit össze van keveredve, de mondjad. Ezt a sorsra bíztuk most. Tudja, hogy én felelni akarok, és engem. És te merni fogsz, persze. Nincs ilyen. Mi volt még egyszer? Mit nem próbáltál még ki az ágyban, de titkon nagyon vágysz. Jaj, Matyi, mi az, hogy nincs ilyen? Hagyjuk már! Hát, meg nincs, hát amire... Jaj, Matyi, meg voltál kötözve bőruhába, és izé... Erre nem vágyom. És a merre szarás, amit mondtál múlt. Ja. Most már csináltam, sladba, kucsa, csapkod. Ja. Most az a baj, hogy tudnék mondani azért ötleteket, és azt mondod, hogy igen. Mondj, én bevállal. Nem mondom, mert ez viszont már tényleg nem fér bele. Nem, az a baj, ez nekem nem fog beleférni, de hát azt gondoltam, hogy fogja mondani, hogy igen, egyszerre még mondjuk 5 csajja nem csináltam. Hát annyival nem csináltam. Több csajja csináltam. És... De nem bársz, hogy még több csajja csinált? Nem. Nem. Tehát most ha úgy alakul, de amúgy nem. Jó. Oké, elfogadjuk. Szóval, amúgy tényleg nincs. Azt mondod, hogy mindent kipróbáltál, én elhiszem. Nem vagyok annyira szexuálisan abberál, csak ilyen normális keretek között. Mit jelent? Mi a teteje? Mi a teteje? Micsoda? Mi a teteje ennek? Segből szájba szuper kombó. Tak. Hát nem tudom. Most segnyalás, számomra például az anális normális, érted? Anális normális. Annyi. Anális helyes. Normális. Helyes. Hát volt, hát mit tudom, volt olyan két csaj, kanális egyik van, másik sima. Tehát, hogy volt ilyen. De ezek nem annyira extra dolgok meg, szerintem. Vagy nem, hát ez higiénikus. Mi nálunk annyi az ex, hogy mi szeretünk egymással lenni. Mit csinálunk? Nálunk az ex, mi szeretünk egymással lenni. Igen. Igen. Jó, Matyi, oké, megválaszoltad. Mindent elcserélnék egy normális párkapcsolatot. Annyi. Ha azt mondod, figyelj, ha azt mondod, hogy te mindent kipróbáltál, amit akartál, hiszek neked. Beleolvastál már más telójába, a gépébe, üzeneteibe? Tessék, beleolvastál? Beleszoktam amúgy, de azt úgy, hogy közben írják, és akkor... Én annyira őszinte vagyok, és annyira mindig ott van a telom, és nincs titkolni valam, hogy azt hiszem, hogy másnak sincs. És így simán belenézek, hogy a Matyi nem feltétlenül gondolom, ott van előtted egy nem tudom. Nem vannak titkai. Nem tudom, de jó, most tök mindegy, ott van egy feloldott telefon, ott egy feloldott telefon, és megnézem, hogy kivel beszélgetett, nem tudom, kicsoda. Farkas Peti. Most csak ő jutott eszembe hirtelen ki. Kicsoda. Farkas Peti jutott eszembe. Ilyet nem csinálok, de úgy, hogy rendesen ott írnak előttem, mondjuk magán, abba simán megnézem. De az a baj, hogy például fizetnek előttem, tudod, kártyával,
akkor is az, hogy írja be a kódot, és nem is figyelek, de ott vagyok már nyakába, tudod, menj már anyádba. Ha akkor, pénzről van szó, akkor fura, hogy ott vagy. Hogy úristen, nehogy nézzem a kódot, és akkor jut eszembe, ja baszki, hogy ez... Tehát, hogy tehát, hogy ez így nem illik, tudod? Ja. De nem erre ja. gondolt szerintem a kérdés, nem, az nem ezt gondolt, hanem hogy mondjuk a Vikinek a telóját elveszed és beleolvasol-e, hogy akár kikkel ez. Beszélget meg. De, hogy is. Nem. Akár nem, azt ez... a Viki csinálja. Rutin ellenőrzés, bam! Már régen, régen csináltam, ad csak oda. De figyelj, most nem lehet, mert karácsony ajándék. De gyerekek, bocsánat, most itt a Gabi telefonjába én komolyan a fél karomat adom, hogy nincs semmi. Nincs semmi. Ez komolyan. Tehát én annyira ismerem a Gabit, hogy én... Nagyon megbízható. Ez, hogyha van skillem, meg ízlem, akkor nincs. Az ez. A hűség. Tehát, hát a hűség az igen. Meg a megbízhatóság, nem hazudik semmi. Milyen egy rendes gyerek az a Gabi. A jóképűség, az különben... Az, azt mondjuk fura, hogy nem említettük amúgy igen. nála, de te magadnál. De minden... Na jó, gyerekek, Viki a következő, akinek húznia kell a pakliból merni, vagy felelni. Vikikém... Most ki te kérlek, olvasd fel, ne úgy, mint a férjed, ne csak de magadba. Mindig elolvasom, és utána. Így értelmezett, és eltelik így. Ó, melyik barátod a legkiállhatatlanabb, leghisztisebb? Itt ülsz szembe? Itt ülsz szembe? Ennyi? Ez ennyire. Akkor lánybarát. Ennyi. Is vagyok. Oké, akkor lánybarát. Is vagyok. Hát amikor megyünk shoppingolni, vagy ja, város hát. Nézni, akkor a Matyit úgy tudtuk lenyugtatni most Londonba, kávét hogy fel kellett ráadni a kapucnit, mint a lovaknál, tudod, hogy ne lásson oldalra. És megnyugodott. Adtunk neki egy kis répát, kicsit felmordunk. Kicsit felmoldult, hogy prrr, és egyből jobb lett, úgyhogy... És tényleg kellett, annyian voltak, tudod, mentünk a... Nem bírja tömeget, a tömegbe, nem lehet vele. És annyian voltak, hogy egyszer beidegesedett, és feltette a kapucnit, és akkor megnyugodott. És mind a lovak ment, és így tök lenyugodott. Amúgy a számomra is nagyon durva volt. Amikor türelmetlen, amúgy meg, akkor vagy hisz is. Amikor az ablát bebasztam neki, na ott az, hogy meglepődött. Az ablát bevertem a szájában. Akkor fura volt. Na jó, barátnőből bocs még, mert most ez oké, ezt most itt letudtad könnyen, de mondjuk akkor a lánybarátait közül ki. Nincsen ilyen, hát akkor nem lenne a barátom. Ha ilyen nagyon hisztis, kiállhatatlan lenne az. Csak én vagyok az. Csak te vagy de Matyinál elfogadom, mert a Gabival Miss Mudori sem az? Mi nem hisztis? Miss Mudori? Nem, egyáltalán nem a Dóri sem ennyire. Jó, elfogadom. Azt akartam, hogy te én amúgy hisztis vagyok. Én nem hisztis vagyok, hanem ilyen puffogós vagyok. Puffó, hát az ugyanaz. London volt ez. Ha faszom ki volt, ember város. Látod már így? Város kellett. Hideg volt. Mondjuk aki egy pólóra vesz egy téli kabátot, az igen. Megértem, hogy fázik. Jó, hogy nem asszonyverőre. Ki a faszt érdekel a városot? Azért pólóra vettem, mert a trikói mosásba voltak. Igen, mert nem bírtuk nyáron. Meg az Ármán is is. Meg én ilyen vásárolni, azt is utálok. Meg ilyenek bemenni ilyen plázába, és akkor ott nézelődni, meg ilyenek. Á, tesó. Matyival ilyen programokat nem lehet csinálni. Sajok, ha ezt nézitek, Matyit inkább kajálni vigyétek, a pizzaparit nagyon szereti, az fix. Igen. Meg igazából melózni szeret. Ja, melózni szeretek. Sportolni ennyi. Szeretek. Sportolni is tényleg. Predator milyen fight. Milyen tengerparton. Múltkor megálltunk mellette. Na jó, azt nem mondjuk el. Azt nem mondjuk el. De mit nem csinál? Egyébként visszatérve nem, hiszt is a Matyi se annyira nincs. Tehát, hogy most nyilván csak a London jutott eszembe például, hogy ez ilyeneket nem csípi. Vagy ha el akarunk menni, mit tudom én vásárolni, vagy elhívnánk ilyen bevásárlóközpontot, minek jöttünk ide, ez nem jó. Múltkor hol voltunk valami bevásárlóközpontban, és ott is behisztisztél. Ezeknek program az, hogy elmennek outletbe. Mi nekünk az a program. Mi felülünk az óriás kerékre, eszünk kürtös kalácsot, sétálunk. Megy az idő fölöslegesen. Majd, ha lesz egy csajod, Bástya. Nem lesz olyan csajom, akivel vásárolgatni kell járni. Menjen a barátnővel vásárolni. Maradjunk annyiba, hogy még amikor megvolt az exe, akkor voltunk egy ilyen outletbe. Akkor élvezte, és fura az volt, exe az imádta, az jött volna. Majd menjünk már. Ja, akkor is az. Menjen nyugodtan vásárolni, majd a kocsiba addig dolgozok. Annyi. Nagyon szépen köszönjük. És így lett vége a kapcsolatnak, és a műsor. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Matyi, Gabi, Viki, tényleg tök jól beszélgettünk. Köszi szépen, ti iratkozzatok fel, írjátok meg kommentbe tényleg, hogy kiket hívjak. Vendégnek ez volt a Káosz Podcast, szavaztok.